ha csatlakoznának. Na, sziasztok, fiúk, lányok! Régóta már, hogy utoljára találkoztunk. Megnéztem a Klónok háborúi 7. évadának 11. részéig, most már felzárkóztam az epizódjaival. Nagyon izgatott vagyok az utolsó rész miatt, és mielőtt még belemennénk bővebben ennek a videónak a témájába, szeretném leszögezni, hogy tudjátok nagyon jól, én sose voltam egy nagy Disney-héter gyűlölködő, és ebben a videóban sem ezt szeretném kifejezni majd, illetve aki azt hinné, mert ő maga olyan ilyen héterkedő, hogy én is az vagyok, és ezért aztán nyomatná az ilyenfajta kommenteket a videó alá, ne tegyen, mert törölni fogom. Ez nem ez a hely, nem az a csatorna, ahol csak úgy a levegőbe lehet gyűlölködni, meg szidni az új Star Wars-t, meg a Disney-t, meg a Lucasfilmet, meg Kathleen Kennedy-t, meg akárkit, jó? Nem ez a célom ezzel a videóval, egyszerűen a véleményemet szeretném elmondani, hogy én mit gondolok most egy-két dologról az új évad kapcsán. Tehát még egyszer, nagyon imádom az új évadot, és szeretem az új érát, de van egy kis kritikám most hozzá. Korábban csináltam már egy videót, amiben igazából Kánon és Legendák címen futott az a videóm. Kifejtettem, hogy mi is a helyzet most a Star Wars univerzumokkal, hogy milyen alternatív univerzumot csináltak korábban a bővített univerzumból, és hogy miért tartom jó dolognak ezt az egész új kánont. Ebben a Kánon és Legendák videómban igazából én magam is nem csak arról beszélek, hogy mi a különbség a kettő univerzum között, hanem hogy miért is lett jó dolog az, hogy megcsinálták a kánont. Hiszen annak idején a bővített univerzumban szintes rendszer volt, hogy gyakorlatilag mi a kánon és mi mennyire kánon, és szerintem ez annyira nem volt jó. És Dave Filoni maga, aki a Klónok háborújának, illetve az összes sorozatnak most a feje, az Új hajnal című első kánon regényben több oldalon keresztül beszél arról, hogy miért is jó ez, hogy igazából most már nem kell különbséget tennie egy adott regényben írtak, vagy képregényben lévő dolgok között, vagy egy videójátékban történt események, meg egy film között, mert ez egész egy univerzumban, és ez milyen fantasztikus, és én magam is ez mellett terveltem. Erre jön az első új film, az Ébredő erő, és Ellen Dean Foster jó szokásához hűen, mert hogy egyébként a negyedik résznek is ő írta az eredeti regény változatát, hiába George Lucas nevével van filmjelezve. Jó szokásához hűen megtartotta azt, hogy 100%-ban a forgatókönyv alapján ír, és ő a saját gondolatmenetén követi a dolgokat. Így aztán mi van? A forgatókönyvben szereplő eredeti jelenetek, amik végül a filmben nem úgy lettek, ahogy lettek, ő úgy írja bele. Tök jó, végül is igazából rendben, nézzük el ezt Ellen Dean Fosternek. Tehát ez úgy gondolom, hogy még ez a belefér kategória. Itt kezdődött szerintem. Aztán nem is tudom, mivel folytassam. Valamelyik utóhatás könyv, most nem vettem le a polcról, azt hiszem, hogy a harmadik utóhatás könyvben, a nyolcadik részben megjelenő Fádi örök Fédiernek vannak írva. Rendben, a könyv hamarabb jött ki, apróság, maga egy szó igazából, meg akár még egy érdekességként is megjegyezhető, hogy máshogy írták a nevüket ezeknek a lényeknek, mint ahogy a filmben végül megjelent. Rendben van. Erre mi van? Pont a nyolcadik résznél bővített kiadás. Mondom, ez tök jó, végre a kivágott jeleneteket megnézhetem. Megnézhetem, hát ugye elolvashatom egybe az egész történetet a kivágott jelenetekkel, ez milyen fantasztikus lesz. Erre nem betesznek egy alternatív jelenetet? Fazma halálára gondolok például. Nem azt mondom, hogy nem érdekes, mert érdekes, nem azt mondom, hogy rosszabb, mert egyébként pont szerintem ez az alternatív jelenet jobb lett volna, szerintem nyugodtan bekerülhetett volna ez a filmbe. De hogyha egy kánon univerzumról beszélünk, ahol minden klappol, és ezért van a Lucasfilm Story Group, akkor miért kezdenek el ilyen hibákat beletenni? Jó rendben, ez megint ilyen apró szőrszál hasogatásnak tűnhet a részemről. De itt csúszunk ki abból a bizonyos zárójából, amit én mondtam, az Ahsoka című regény. Kerek perec bele van írva, hogy Ahsokának milyen színű fénykardja van, zöld színű fénykardja van, mikor a Mandalore ostrom, akkor megküzd Maul-lal. Ráadásul a Maul-lal való párbaja is teljesen más, hogy a filmben megjelent.
megnéztem Rickson videóját ezzel kapcsolatban, mert ő is csinált egy videót ezzel a témával kapcsolatban, hogy ő mit gondol erről, és igazából, hogy ebben teljesen igaza van, hogy egy korai sztori vázlatot kapott meg E.K. Johnson, és hogy ez alapján írt bele az Ahsoka című regénybe dolgokat, visszaemlékezést, meg Ahsoka fénykardját, és ez teljesen rendben is van. De annak idején nem ugyanez volt a legendákban is? De pontosan ugyanez volt. Karen Travisnek a Republic Commando sorozatára gondolok. Én magam ugye nem olvastam, de egy állítólag egy nagyon klassz regénysorozat, aki olvasta nekem, mint például Rixonnak egyébként a kedvenc regénysorozata. Ő maga is azt mondta róla, hogy egy nagyon jó történet. Nem is lett befejezve amiatt, mert Karen Travis összerúgta a port Dave Filoniékkal, mert megegyeztek, hogy ő írhatja meg a Clone Wars végét. És mi lett? Betették az inhibitor chipet. Rendben. Ezek megint olyan dolgok a Star Warsban, mint például Maulnak a visszahozatala, hogy első kicsit lehet gagyinak tűnik, de a vége tényleg jó. De hogyha megegyeztünk, hogy kánon van, hogyha megegyeztünk abba, hogy mostantól ehhez igazodni fogunk, akkor miért nem lehet tartani magunkat a megállapodáshoz? Ez engem zavar. Tényleg zavar. Most akkor tényleg mi lesz majd? Megint behozzák a kánonba és a szintes rendszert? Tehát, hogy majd akkor G-kánon, T-kánon, C-kánon? Tehát, vagy majd kiadnak egy új verziót, hogy Ahsoka és akkor újraírt verzió? Vagy mostantól majd úgy adják ki ezt az Ahsokát, hogy legendák? Tehát, hogy ez engem zavar. Még egyszer mondom, nem vagyok Disney ellenes, nem vagyok az új éra ellenes, én nagyon szeretem ezt az egész, sőt, én azóta lettem Star Wars rajongó, mióta az új éra van, mindig is ez mellett érveltem, de nem fogom védeni a seggét a Disneynek azért, mert ilyet megcsinál. És igazából szerintem itt a Dave Filoni a ludas ebben az egészben. Nem kell ezért őt szidni, vagy ilyesmi. Tehát, hogy kulturált emberek vagyunk, tudunk normálisan véleményt fogalmazni szerintem. És nekem ez a véleményem. Filoni annak idején a Republic Commandónál szembe ment Karen Travisszel, aki azóta se írt Star Wars könyvet. És most úgy néz ki, hogy igazából Filoni új projektje megint ugyanezt csinálja. Én annyira vártam volna egy párbeszédet, ami Ahsoka és Maul között hangzik el, ez a te sem vagy igazi Jedi, és akkor hát te is csak félig vagy Sith, mert ez van benne a könyvben, és nem tették bele. Én elégedett vagyok amúgy a 7. évadnak ezen részével, tehát szerintem nagyon jó lett. Az is lehet, hogy még jobb, mint a könyvben. De miért nem gondolnak előre akkor? Tehát, hogy azért nem gondolnak előre, hallom már így a dühös kommenteket, azért nem gondolnak előre, mert Dave Filoni annak idején nem tudta, hogy valaha is meg fogja tudni majd csinálni a Clone Wars-t. Srácok, ugyanez nincs kimondva sehol, meg sehogy sem, de Dave Filoni már akkor meglebegtette ezt, hogy reméli egyszer majd lesz lehetőség, hogy valamilyen formában el legyenek mondva ezek a történetek. Ez egy utalás volt arra, hogyha ő olyan szintre jut a Lucasfilmben, ahova végül is el is jutott, mert ő lett az összes sorozatnak az ilyen showrunnerje feje, akkor majd valószínűleg meg fogják csinálni a Clone Wars utolsó epizódjait. Úgyhogy ennyi. Még mielőtt befejezném ezt a videót, igazából van nekem egy saját Gellai Tamás néven futó csatornám is, ahova a videózással kapcsolatos anyagokat, tartalmakat szoktam feltölteni, hogyha érdekel titeket, nézzétek meg. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennétek, írjátok le kommentben, hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Ha pedig tetszett ez a videó, nyom egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erről legyen veletek. Sziasztok!